Sziasztok, szép jó napot! Ma egy igencsak kedvelt ételt készítek el nektek, és ez nem lesz más, mint a paprikás csirke, de egy úton, ha megállunk, akkor a csirkepörkölt elkészítését is pontosan meg tudom mutatni, pontosabban a csirkepörkölt fázisból vegyünk át paprikás csirkébe. Nagyon-nagyon finom étel, és szerintem mindenki evett már. Gyorsan készítettem egy nagyon finom galuskát, igazi vidéki tojásból, majd meglátjátok a színét. Szoktam kurkumázni azt a galuskát, ami nagyon-nagyon elgyal tojás, de itt nem volt rá szükségük, egy fantasztikus galuskát kaptunk. Hát nézzük is, hogy mik az alapanyagok a paprikás csirkénkhez. Ugye föl fogunk használni természetesen vöröshagyma, benne fokhagyma, mondom is a mennyiséget nektek, ez egy jó két és fél, azt hiszem, mert volt egy fél fej hagymám, két és fél fej vöröshagyma, egy négy gereszt fokhagyma, egy darab nagy húsparadicsom, tévépaprika, tölteni való, vagy zöld paprika, vagy csemege paprika, teljesen mindegy, ez kettő darab, szükségünk lesz a habaráshoz majd, egy jó 2-3 evőkanál 20%-os tejfölre, és természetesen lisztre, de nem ennyire, ez csak illusztráció, ebből összesen egy 2-3 kanalat fogok durván felhasználni, és ugye ami a lényeg, egy nagyon jóféle kis háztáji csirke, ugye föl fogok használni szárnyat, combot mellett, a combokon rajta hagytam a bőrt, mert az egyik fele a családnak így szereti, és természetesen aki nem szereti a családból, két fő, a feleségem meg az egyik kisfiam, nekik leszedtük a bőrt a csirkemelről, hát így indítjuk el az ételünket. Továbbiakba oda tettem már a lábosunkba, teszek egy kis kakaót rá, mangalica zsírral fogunk ismét dolgozni, amit én már fölmelegítettem, pontosabban elkezdtük fölmelegíteni, és a kisfiamat megkérem, akkor a galuskára vet egy pillantást, ugye ezt egy jó másfél kilóból készítettem, nagyon-nagyon szeretjük, most nem tudom a fények mennyire adják vissza, de egy gyönyörű, szép, sárgás színű galuska, hát most nézem a kamerát, igen, ez nem a legjobb visszaadás, így fény szempontjából, mert ugye nagy fényt kell csinálni a konyhába, hogy a videó normális legyen, de ez egy enyhén sárgás beütésű galuska, majd az index képen lehet, hogy jobban látjátok, amikor fotót csinálok. Na hát első lépésként föl van forrósítva ugye a zsiradékunk, megfogom, belehelyezem hagymát, fokhagymát. Ugye nagyon-nagyon sok elkészítési mód van a csirke pörkölt csirke paprikásnak is. És mint említettem nektek, mindenki úgy, ahogy szereti, úgy készíti el. Ez egy nagyjából közepes gorombára összevágott hagyma. Ugye az lesz a folyamat, gyönyörű szépen le fogjuk ezt pirítani. Hozzá fogom tenni a piros paprikánkat, pontosabban a fűszereket, látjátok, el sem mondtam. Nagyon előre szaladtam, de akkor forduljunk oda egy picit. Hát föl fogunk használni fűszerek gyanánt, sót, őrölt fekete borsót, gyönyörű szép piros paprikát és egy pici őrölt kömény. Igazság szerint a fűszerezés ennyiből fog összesen összetevődni, plusz fűszert nem fogunk beletenni, egy nagyon-nagyon finom csirke paprikást készítünk el. Na, tehát következő a folyamat, hagymát, fokhagymát gyönyörű szépen le fogom pirítani, meg fogom dísztelni, rá fogom tenni a piros paprikánkat, egy kicsi kakaót még adunk neki, így van, hagyd készüljön az étel, bele fogom tenni az őrölt csemege paprikánkat, és ugye ezen át fogom pörkölni az összes csirke alkatrészt. Meg is mondom nektek miért, én nagyon-nagyon háklis vagyok erre, ugye, és itt visszatérnek arra, hogy mindenki máshogy csinálja, valaki csinál egy pörkölt alapot, egyszerűen belehelyezi a húsokat, igen, természetes, ha úgy szereti, úgy készíts el. Na most a pörkölt nem véletlenül pörkölt, ugye ezeket a húsokat egy nagyon-nagyon pici, ezen a nagyon finom hagymás, paprikás zsiradékon oda kell pörkölni, és higgyétek el, amikor elkészül egy étel, akkor meg is látjátok ennek igazából az értelmét, a hatását, ízhatását, meg még ahogy kinéz úgy is. Ugye egy nagyon picit, amikor megpörköljük, ez a hús össze fog ugrani, kap egy nagyon pici kis pörzsanyagot, a bőr megfeszül rajta, tehát teljesen más a képet, mint ha egyszerűen egy sima kis pörkölt alapra ráhelyezitek. Nem kell nagyon sokat fonyasztani egyébként, mert körülbelül ennek a háztáji csirkének egy jó 1 óra, 1 óra 10 perc az elkészítési ideje.
ugye gyorsan elmondom a továbbiakat, meg fogjuk főzni a pörköltet, ki fogom venni belőle a csirke alkatrészeket, és magát a szaftot, a pörkölt szaftot fogom behabalni, és utána, és ismét elmondom, megint csak egy kicsit háklis vagyok erre, át fogom egyszerűen szűrni, szitán átnyomjuk az egészet, hogy gyönyörű szép krémes állaga legyen. És meg is mondom nektek, hogy miért nem nagyon szeretem úgy behabalni, amikor ugye még benne vannak az alkatrészek, kicsit össze kell kavarnom, forralnom, stb. Ne törjön a hús, tehát többek között ezért is veszem ki. Na, akkor jöhet az első lépés gyanánt. Nagyon-nagyon szép tűzpiros paprika. Ezt össze fogom keverni gyorsan vele. Ugye azt nem is kell mondanom, ne égjen meg, nagyon-nagyon fontos, paprikának nagyon gyors égési tulajdonsága van a forró zsírban, nyilvánvaló. És én el is kezdem beletenni egyelőre csak a bőrös alkatrészeket, tehát a szárnyakat és a combokat, és azt is megmondom nektek, hogy miért nem teszem bele még a mellett, ugye ezt most kicsit le fogom pörkölni, a mell a legérzékenyebb, szerkezetű, rossz szerkezetű hús ugye a csirkének, ha most azt is beletenném, enyhén összetörném ezeket. Ilyenkor már egy nagyon-nagyon picit le lehet venni a hőfokból, mondjuk egy 8-asról leveszem egy 5-ösre, és így apránként kavargatva pirítom oda, kapunk egy nemes pörzsanyagot itt az alján is. És ugye itt a csirke már egy nagyon-nagyon-nagyon pici nedvességet el fog kezdeni kiengedni magától, tehát hogy magából, tehát azért se kell félni, hogy ez most nekünk oda fog égni a paprika. Jó, kellőképpen egy picit meg van pirulva, és ilyenkor hozzáteszem a csirke melleket. És nagyon-nagyon óvatosan, egyet-egyet átfordítva, megrázva az edényt, tovább fogom pirítani vele. Itt a mellel egyébként már nem kell olyan sokáig, mint a combbal. Ugye a comb meg a szány, bőrös felület, ott van igazából szükségünk erre a pirításra. Az a lényeg, hogy minden hús alkatrészünk kapjon egy nagyon-nagyon-nagyon pici nemes pörzsanyagot. Tényleg pörköljük oda, legyünk ilyen parasztosak, mint régen. Nagymamámék mind a két családból, ahogy csinálták. Akár bográsba, akár tűzhelyen, sparháton, ők is jó oda pörkölték az egészet, nagyon-nagyon finom, és tényleg ízletes pörköltet fogunk kapni belőle. Na, pár másodperc még. Na, még egy szót így elmondok a mártásról, ugye amikor át fogom szűrni ezt a mártást, és majd azt is megmondom nektek, hogy a hűtőbe esetleg, mert most egy kétnapos kaja, hogy fogom eltenni. Tehát egy hosszúkás edénybe elrendezem a maga az alkatrészeket, ugye a mellett, a combot, a szárnyat, ami marad, és egy nagyon-nagyon pici mártással le fogom fényezni, ezt is megmondom miért, hogyha másnap kivesztek belőle, akkor ne egy ilyen összetömörödött edényből kelljen turkálni, hogy hirtelen csináltok egy hortobágyi masszatölteléket, tehát hogy összetörítek az alkatrészeket, a húsokat benne, hanem kirakom egy keskenyebb edénybe, majd megmutatom, egy picit ebből az átszűrt mártással lefényezem, és a mártást pedig külön teszem a hűtőbe, és sokkal-sokkal jobban fogtok kivenni belőle másnap. Persze, hogyha marad. Mert sokszor főztem másnapra, és aztán aznap még megettük, de ez most teljesen mindegy ebből a szempontból. Na, gyönyörű szépen le van pirítva az összes alkatrész, hozzá fogom tenni pucolt paradicsom. Ugye én ennek a héját mindig leszoktam szedni, ismertek, aki ismer, ismer, aki nem. Tehát én nem szeretem a pöndörkét benne. Minden esetben leszoktam pucolni. Na, most az a folyamat jön, itt igazából nem is törjük már a csirkét. Megfogjuk. Elkezdünk fűszerezni. Ugye egy kis előfűszerezés, mint szoktam mondani mindig nektek. Egy nagyon-nagyon kevés só. Őrölt fekete bors. Nálunk nagyon játszik benne. És mindent érzéssel hangsúlyozom. És egy kicsi őrölt kömény, ami nem marad el. Nálunk az összes pörköltbe teszek az őrölt köményből, mi nagyon-nagyon szeretjük.
Tehát lényegében nincs is olyan pölkölt, amiben ne tennék egy keveset. Egy kicsit összedolgozzuk ezt az egészet, és éppen-éppen annyi vízzel fogom csak fölönteni, de mindjárt meg is mutatjuk, és egy kis kakaót most főjebb tesszük egy hetesre, hogy éppen-éppen majdnem, hogy ellepje a pölköltünket, ugye ezt fedő alatt fogjuk főzni, és körülbelül egy olyan 70 perc alatt készre is fogjuk főzni az egészet, tehát ki fogom venni, és a továbbiakat majd természetesen meg fogom mutatni nektek, a habarástól kezdve minden. Na most magára hagyjuk a kis pölköltünket, de menet közben vissza fogunk nézni rá. Mint ígértük, vissza is érkeztünk egy picit, és megmutatjuk, hogy áll a csirke pölkölt. Ugye ez jelen esetben, ez még csak egy csirke pölkölt, mi tovább fogunk menni a csirke paprikás felé. És ha valaki ugye a csirkepölköltbe szeretne megállapodni, annak egy jó fél óra innen, megpuhul a hús, elzárja, és már bármilyen köret mellé lehet tálalni. Na, nekünk körülbelül egy jó fél óra kell még, utána ki fogom szedni a húsokat, de mindent mutatni fogok. Egyelőre visszahelyezem a fedőt rá, egy nagyon-nagyon lassú, 4-es fokozaton főzzük az ételünket. Menet közben megcsináljuk a habajást, ha már itt vagyunk. Mint említettem nektek, ez egy jó 4 evőkanál tejföl, és egy 4 csapott evőkanál liszt, amit belehelyeztem. Egy nagyon-nagyon pici vizet rá fogok önteni, megfogunk egy habverőt, és ugye a lényeg, aránylag csomómentesre el fogjuk keverni, meg ugye ez még, ez a mártás át fog menni egy szűrőn is, de természetesen az alaposság miatt én ezt szépen kiszoktam keverni. Na most, ha keveritek egy fél percig becsülettel, akkor tökéletesen csomómentes lesz az egész. És ha előre egy picit meg van csinálva, így el van készítve a habarás, és menet közben még egyszer-kétszer rákevertek, akkor 100%-osan egy csomómentes kis habarást fogtok kapni. Ezt igazság szerint most félretesszük, megvárjuk a pölköltünknek a fél órát, utána mutatom a további folyamatokat. El is készültünk a csirkepörkölt részével, nézzétek meg, gyönyörű szépen megfőtt. Na most, ha valaki csirkepörköltet szeretne készíteni, ugye az esetleg ilyen hosszú lével ne húzza föl, nekünk a mártásunk miatt van szükség erre, hogy éppen-éppen ellepi a húsokat. De természetesen, aki hosszú lével szereti, és a galuskája hosszú lével eszi a pörköltet, akkor tökéletes így. Na hát következő a momentum, most gyönyörű szépen megfogom, és az összes alkatrészt, hoztam ide egy tálat, elkezdem kiszedni, ugye ez abból a szempontból fontos most, hogy teljesen üres legyen az edényünk, tehát be tudjam rendesen sűríteni, vajpuha lett minden, lényegében csak ki kell szednünk. Nagyon-nagyon kellemes illata van a csirkepörinek. És én menet közben már egy nagyon-nagyon pici kakaót rá is teszek a tűzhelyre, hogy forraljuk át a levünket. És természetesen ugye enyhén forrásba kell lennie magának a lének is, hogy normálisan be tudjuk habarni. Mindjárt kész is vagyunk vele. Egy kis türelmeteket kérem, egy pici combi jön még, egy falat kamel, és itt meg is vagyunk. Na, lényegében fordulunk egyet, Alex fiam fordul egyet, ugye megvan a habarásunk, és gyönyörű szép pörkölt alaplé, megfogom, és nagyon-nagyon finoman elkezdem hozzá csorgatni. Ha esetleg úgy bizonyulna, hogy egy kicsit több a habarás, természetesen ne tegyétek bele. Ezt ugye amikor teszitek bele, folyatjátok bele, és elkezd forni a mártás, pontosabban elkezd besűrűsödni, akkor már látni fogjátok pontosan, hogy hol az elég. Mert ugye az se cél, hogy egy nagyon-nagyon sűrű mártást készítsünk, mert ezt még én egy szűrőn át is fogom passzírozni, át fogom tolni. Tehát lényegében a mostani habarásunkból maradt egy nagyon-nagyon pici, itt ugye teszünk még egy kis kakaót rá, egyszer át fogom forralni, azonnal jövünk vissza és mutatom a passzírozást. Átforraltuk a paprikás mártást, és annyi összesen a teendőnk, ide készítettem egy edényt,
gyönyörű szépen át fogjuk passziózni. Ez annyit jelent, hogy át fogom engedni a levét, és egy nagyon-nagyon picit ezt a hagymás alapot át fogom még nyomni rajta. Így tényleg egy fantasztikus, nagyon-nagyon finom paprikás mártást fogtok kapni. Persze, aki nem akar ebben most itt időt húzni, vagy neki jó úgy, ahogy van, az természetesen ne passzírozza át. Egyébként egy pár perces folyamat az egész, és nem kell teljesen az egészet átnyomni. Tehát itt majd igazából látjátok, hozok egy másik kis mellőkanalat, hogy miről van szó, és úgyse veszem föl most az egészet. Hát nézzétek meg, ez a lényege, hogy egy gyönyörű, szép, krémes, bevonható, tehát egy hús bevonható mártást kapjatok. Na, lényegében ennyi, át fogom passzírozni, megmutatom majd, hogy mi hogy rakjuk el a hűtőbe ezt az egészet, meg ki is tálalunk, nem sokára jövünk vissza. Elkészültünk mindennel lényegében, átszűrtem a paprikás mártást, és ugye mondtam nektek, megmutatom én, hogy szoktam eltenni ezt a gyönyörűséges csirkét másnapra, tehát annyi a lényeg, hogy fogtok egy nagyon-nagyon pici paprikás szószt, és éppen egy leheletnyivel elkezditek lefényezni az edényben lévő tartalmat, pontosabban hát a csirke alkatrészeket. Így nem fog tudni kiszáradni, és másnap, ha szedtek belőle, akkor nem kell összetörni ugye az egész edénynek a tartalmát, nehogy egy hortobágyi tölteléket kapjatok, ugye az szét van zúzva, szét van vágva, darabokra teljesen szét van jöve. Na, hát lényegében ennyi, tehát ez így most kihűl lefényezve, ugye rajta van ez a gyönyörű sejmes mártás, ki fog hűlni, ha marad, lefóliázva így kerül a hűtőbe, itt a csodálatos mártásunk, ugye, és ebből föl tudjuk használni másnapra is. Na most még egy öklet, hogyha meghallgattok, ha valakinek marad egy kis galuskája másnapra, marad egy kis paprikás szósz, az fog egy nagyon pici húsos szalonnát, hagymát, fokhagymát, oda pirítja, rádob egy két marék cikkekre vágott gombát, összekeveri a paprikás mártással, és kap egy nagyon-nagyon finom bakonyit, süt alá esetleg egy szelet karajt, kész a másnapi kaja, és mégis más tesztek. Még egy dolog, ha marad csirke, süttök pár darab palacsintát, sós palacsintát, leszeditek a csirkének a húsát, apróra összevágjátok, egy kevés mártással összeforgatjátok, betöltitek a palacsintát, leöntitek paprikás mártással, kész van a hortobágyi húsos palacsinta. Tehát rengeteg féle ételt tovább lehet fejleszteni ebből, az alapból, azért is érdemes ezt a mártást így külön hagyni. Na, én ezt el is viszem innen, ki is tálaltunk egy adag ételt, mint látjátok. Hát jóformán erről az ételről igazság szerint nincs mit mondani, tettem egy nagyon pici combot oda, egy nagyon pici mellett, egy kis szárnyat, így fogjuk elfogyasztani. Nagyon-nagyon szép kis galuskát gyártottunk mellé, ugye házi tojásból, ez tényleg egy nagyon finom háztáji. Enyhén szándékosan lehúztam a csirkéket, lefényeztem. Természetesen egy itthoni étkezés nálunk is több szavtal történik, de ha ezt most nagyon-nagyon leöntöttem volna, ismételten nem látjátok a lényeget, egy pici tejfölt és petrezselymet helyeztünk rá. Hát fogadjátok szeretettel, készítsétek el, nálunk ilyen egy csirkepaprikás. Aki nem szeretne bajlódni a mártással, ne bajlódjon, de higgyétek el, egy másnapi vagy esetleg egy harmadik étel kombinációjaképpen érdemes ezt a mártást külön tenni, és tálaláskor leönteni a csirkét vele, és esetleg második, harmadik nap tudtok még kooperálni, különböző ételeket tovább menni ebből. Hát el is búcsúzunk, ennyi volt a mai technológia. Nagyon nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki sokszor hangsúlyozom, még nem főzött, álljon oda, fiatalok, öregek, bárki, csinálja meg, tehát tényleg nem egy nagy dolog. Búcsúzunk, köszönjük, hogy megnéztetek, sziasztok!